Cserpalkovics András a közösségi oldalán adott tájékoztatást három középiskola felújításáról. A polgármester azt írja, kiválasztották a kivitelezőket a Tóparti, a Vasvári és a Kodolányi Gimnázium felújításának első ütemére. A közgyűlés pénzügyi, költségvetési és jogi bizottsága szerdai ülésén döntött. A Tóparti Gimnázium és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ épületegyüttesén a nyilázárok cseréjére és a homlokzat felújítására. A Vasvári Pál Gimnáziumban a homlokzat homlokzati nyilázárok cseréjére, a Kodolányi János Gimnázium esetében szintén a homlokzati nyilázárok cseréjére megvannak a kivitelezők. A tavalyi kormánydöntésnek köszönhetően 9,1 milliárd forint értékben kezdheti meg Fehérvár iskoláinak történelmi léptékű felújítását az önkormányzat. Az első lépések már 15 Fehérvári iskola vízes blokjainak felújításával megkezdődtek, most pedig a három legnagyobb eleme a programnak, a három gimnáziumi épület teljes felújítása történhet meg.